Sziasztok, köszöntök mindenkit! Az én nevem Szabó Kristóf, én vagyok az online marketingesnek az alapítója. Az a célunk, hogy bebizonyítsuk, hogy a sikeres élethez nem feltétlenül csak a diplomán keresztül vezet az út. A múltkor Elon Muskos videó olyan nagyot futott, ezért úgy gondoltam, hogy készítünk egy második részt belőle. Ha még nem láttad az elsőt, akkor ide kattintva megteheted. Nagyon-nagyon jó dolgokat mondtunk el abban is. Viszont ebben a részben mondok három új dolgot, három új szabályt, amit az Elon Muskos videókból vettünk ki, és úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos lehet számodra is. Hogyha érdekel téged, mi ez az újabb három szabály, akkor tarts velünk! Az elsődleges az az, hogy csinálj valami fontosat, csinálj olyan dolgot, ami a víziódat támogatja. Tehát Elon Musk is mondta a videójában, hogy amikor ők belefogtak a Teslába, egyáltalán nem gondolták azt, hogy ez sikeres lesz. Sőt, úgy gondolták, hogy nagy valószínűséggel csődbe fogják vinni. Azonban az volt a víziójuk, hogy megmutassák, hogy az elektromos autók nem feltétlenül gagyi kinézetű, unalmas golfkocsik lehetnek, hanem sokkal több van ezekben. És ezért ez volt az ő víziójuk, ezért mindent megtettek. És azt mondta Elon Musk, hogy neked is egy olyan dolgot kell találnod, ami a te víziód, és az emberiséget is előre viszi. És hogyha tudsz egy ilyet találni, nem feltétlenül kell akkora dolgot kitalálnod, mint a Tesla volt, vagy a SpaceX, ami az emberiség, az egész emberiséget előre viszi. Egyébként csak megnézni, hogy mit tudom én a faluban, vagy a városunkban, mi az, ami az embereknek segíteni. És minél több embernek tudsz segíteni, annál sikeresebb leszel te. A második az volt, hogy soha ne költ semmi arra, ami a termékedet, vagy a szolgáltatásodat nem fejleszteni, tehát nem tenni jobbá. Nagyon érdekes például, hogy ők a Teslánál nem költenek semmi pénzt hirdetésekre. Ezzel nem feltétlenül értek én egyet, de ez most Elon Musknak a szabálya, úgyhogy én nem fogok beleszólni. Tehát ők semmit nem költenek hirdetésekre, az összes pénzt az innovációba, a kutatás és fejlesztésbe teszik, és abban, hogy a design sokkal jobb legyen. És Elon Musk szerint, hogyha van egy nagyon jó terméket, vagy van egy nagyon jó szolgáltatások, az eladja magát a piacon. És ebből a szempontból amúgy igaza van. A harmadik pedig az, hogy ne hallgass a barátaidra és a családtagokra. Mert Elon Musk is mondta, hogy amikor ő a SpaceX-et el akarta kezdeni, akkor volt egy barátja, aki vett ilyen mini rakétákat, és a szeme láttára felrobbantotta az összeset, és látta, hogy ne csináld, mert ez lesz veled is. Nem azért csinálta, mert őt le akarta húzni, azért csinálta, mert féltette, és nem akarta, hogy elveszítse az összes pénzét, mert akkor ez egy elég rizikós befektetés volt neki. Tehát amit Elon Musk mond, hogy próbálj meg elvonatkoztatni azoktól az emberektől, akik nem értenek hozzá, és mondják a saját véleményüket, de nem tudják kontextusba helyezni azt, hogy te mit gondolsz és mit látsz már ebben az egészben. Hallgass meg őket, de ne hallgass rájuk. A kettő között óriási különbség van, Elon Musk is ezt mondja. És hoztam még egy bónusz, amit Elon Musk mondott, hogy soha ne add fel. Tudom, hogy ez most nagyon közhelynek tűnik és nagyon ilyen motivációsnak, de ő mondta, hogy ő valószínűleg azért sikeres, mert soha nem adta fel. Rengetegszer elbukott. Rengeteg olyan kísérlet volt például a SpaceX-nél, ami befulladt. Mégsem adta fel, és ezért tudott ilyen nagy magaslatokba eljutni. Tehát, hogyha egyet tudok még mondani a legvégén, akkor soha ne add fel. Hogyha tetszett a videó, akkor kérlek nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornánkra. Illetve, hogyha még nem láttad az első részt, akkor ide kattintva megteheted. Remélem találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!